Itt arrébb a seggedet, öreg! Bár nekem lenne ilyen csajom! Egy igazi vájfú! Mintha élnétek! Ha-ho! El az útból! Hölgyem? Szia. Az ott. Igen. Corneónak van egy ízlése. Ez a ruha olyan csicsás, és annyira nehéz mozogni benne. Ja. Cloud! Bocsi. Szívecském, szeretlek. Igen, átalakítalak téged egy csodálatos álomképpé. Ne is várjunk tovább, kezdődjék hát a műsor! Műsor volt. Cloud? Juhu! Cloud! Hello! Elif hívja Cloudot! Vétel! Vétel! Kérlek, ne! Egy szót se! Egyet sem? Nem! De olyan cuki vagy! Hé, hallasz engem? Tifa? Igen? Minden rendben? Aha. Jó. Várjunk csak. Cloud, tényleg te vagy az? Te jó hég, az a smink és az a ruha... Tudom, látom, köszönöm, lépjünk túl. Minden oké? Okay. Igen, egy kicsit szédülök, de megleszek. Ó, oh, szia! Biztosan te vagy Tifa. Igen. Ó, oh, tényleg? Elit vagyok, Cloud egyik barátja. Aggódtunk érted, ezért úgy döntöttünk, hogy idejövünk. Köszi. Elég a trícselésből, húzzunk innen. Ha? Most. Még nem. Okkal jöttem ide. Mi? Szóval... Miután visszatértünk a nyomornegyedben, néhány fura alak kérdezősködni kezdett. Szóval kutakodni kezdtem. És rájöttél, hogy Corneó emberei voltak. Pontosan. Az Avalanche érdekelte őket. De nem jöttem rá miért. Szóval arra gondoltam, hogy megkérdezem a főnököt személyesen. Most komolyan? Azt gondoltam, képes leszek szóra bírni, ha szemtől szembe találkozok vele. Ám ekkor kiderült, hogy csak egy lányt választ ki a három jelölt közül. És amennyiben nem én leszek az, minden hiába való volt. Akkor hát nincs is miért aggódni, ugyanis a másik két lány előtted áll. Ugye?
Ja. Szóval, ha tartjuk a szerepünket, menni fog ez? Talán. Te? Én? Cloud? Nem számít, kire esik a választás, nem de? Nem is tudom, Eris. Nem akarlak belekeverni ebbe. Meg se próbáld lebeszélni róla. Cloud már ismer engem. Kérdezz csak meg. Oké, cica babák. Ideje felsorakozni Don Corneo előtt. Várjunk csak. Olyan ismerős vagy. Nem találkoztunk már valahol? Hát, na mindegy. Na de akkor, készen álltok? Vágjunk hát bele! Bemutatom nektek a Full Market legvonzóbb aglegényét! Az egyetlen, az utánozhatatlan Don Corneót! Hölgyeim! Jó! Nagyon jó! Vajon melyiket válasszam? Esetleg téged? Vagy netán téged? Igen, már tudom! A mai feleségem nem más, mint... A mai? És a holnapi, meg a holnap utáni, ha a Donnak ízlik a gyümölcsöd. Szánalmas. Melyik őtök mondta ezt? Te voltál? Milyen szép kis szád van! Alig várom, hogy betörjem! A mai szerencsés hölgy, a nagy csontú nőstény! Csak nem kéreted magadat? Betörlek, úgy bízom! A selejt a tiétek! Ez az! Ez az! Jól van, hölgyeim! Gyertek csak utánam! Ne légy félős kis cica! Bújj ide apucihoz és adj neki egy kis cukrot! Ne játszd a szégyenlőset! Nincs itt más, csak te! És én! Cukid vagy, mint azt gondoltam! Pusztulj! A cituskának karmai vannak, imádom! Mi volt ez? Aggodalomra semmi ok, aranyom. Csak egy kép, amit elrakok majd emlékbe. És amivel megbizonyosodom arról, hogy nem leszel illetlen, és nem mondasz nemet! Seggfej! Ó, dicsérj még! Ó, tesókák, vendégeink vannak! Ezúttal elsőként kóstolhatjátok meg őket! Ez a végén! A végtelenül nagy lelkű Don Corneo ajándéka! Ne felejtjétek, a Don bőkezű! Yeah! Akkor hát, hölgyeim, elkezdhetjük végre? Igen, azt hiszem most már elkezdhetjük. És te mit gondolsz, Tifa? Négy pasi kettőnkre. Oké, ne várassuk meg Cloudot. Oké. Várjunk. Én ismerlek téged. A Colosseum! Ha! Mégis mi ez? Bukk le! Te tetves kis! Ne! Szép munka, Eris! Ugyan a nyomodba se érek! Ne!
Fáj lesz, itt tovább ezt a nagyfiú! Te elfajzott állat! Igen, igen, az vagyok! Itt jövök szívem! Ki engedte meg neked, hogy ilyet tegyél? Valamelyik ötök jöjjön be és tanítsa Móresre ezt a kis kurvát! Bocsika, de a fiúkáidat is Móresre kellett, hogy tanítsuk. Mia! Cloud, a ruháid! Szóval te egy férfi vagy! Mi a fenére készültök? Itt mi teszünk fel kérdéseket? Az embereid a 7-es szektorban. Miért kérdezősködtek az Avalanche-ról? Fogalmam sincs, miről beszélsz. Ne jázd nekem a hülyét. Próbáljuk újra. Az embereid a 7-es szektorban. Miért kérdezősködtek az Avalanche-ról? Beszélj! Máskülönben. Máskülönben levágom. Jól van! Beszélek, beszélek! Valami csóka, géppisztolyos karral. Azért fizettek, hogy megtaláljam. Ki fizetett? Azt nem mondhatom meg! Levadásztálok, mint egy kutyát! Pedig jobban tennéd. Mert ha nem, akkor letépem. A polgári őrség igazgatója, Heidegger! Heidegger volt! Shinra? Mégis mit terveznek? Bizonyos dolgokat jobb nem kimondani, tudod? Ó, nem lennék én olyan biztos ebben. Jobb, ha beszélsz. Vagy kilapítom. Oké, meggyőztetek! Soha nem mondanék nemet egy szexi lánynak. Mivel az Avalanche felrobbantott két reaktort, Shinra úgy határozott, hogy jobb lesz kilapítani őket a bázisukkal együtt. Szó szerint kilapítani. Megcélozzák a mennyezet tartóoszlopát és felrobbantják! A tartóoszlopot? Pontosan! A mennyezet szépen leomlik majd! Bum 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 bum! Pont olyan lesz, mint a 6-os szektor. Bizonyára már voltatok ott, és el tudjátok képzelni. A 7-es szektor egészen pontosan ugyanúgy fog kinézni. Nem tehetik. Gyerünk, srácok, mennünk kell. Mielőtt elmentek? Nem. Kérlek, rövid leszek. Mint azt tudjátok, a rossz fiúk csak egyetlen egy esetben fedik fel a tervüket az ellenség előtt. De vajon melyik ez az eset? Amikor azt gondolják, hogy már nyertek, ugye? Hölgyeim és uraim, van egy nyertesünk! Ezennel egy teljes körű utazást nyertetek! A csatornába! Élvezzétek a látványt és a szagokat!